Székely Keresztúri Gyárfás Kúriáról úgy tartják, hogy az utolsó éjszakáját töltötte itt Petőfi Sándor, de Petőfi Sándortól függetlenül is egy nagyon különleges műemléképületről van szó, szép történelemmel. Mit lehet tudni erről? A köztudatban a Gyárfás Kúria néven hagyományozódott, függetlenül attól, hogy már a késő középkorban itt valamelyik keresztúri primor családnak a nyújtódi, vagy a csákány ez nem tisztázott, volt itt udvarháza ennek a helyén épült a 18. század elején a Veselényi család birtokába került területen a ma járfáskúriaként ismert épület. A Veselényi családhoz kötődik, tehát az alapítás és nőjágon öröklődött a családon belül. Veselények kemények, és majd a kemény polixénia gyárfással való házassága révén került a gyárfás család tulajdonába. Még a kemény családról annyit megemlítenék, hogy ez az író kemény Zsigmondnak az unokatestvére gyárfás né polixénia, és rokonok voltak a telekiekkel, a bánfiakkal, tehát az erdély aristokrácia színe javával. Tényleg valóban egy fontos fészke volt a kúria. És mikor hagyták el a kúriát a nemesek? Az utolsó gyárfások, hát az államosítás után hagyták el. Az utolsó gyárfás, aki királyi közjegyző volt, nem érte meg az államosítást, viszont a feleségét kitelepítették és Angliába emigrált. És azóta hogy funkcionál ez az épület? Hát ennek az épületnek nagyon sokféle szerepe volt. Volt itt szülészet, volt itt tüdőkórház, aztán a 90-es évektől csángó gyerekeket befogadó központ, ahol magyarul tanulhattak, ez elég sokáig működött. És a legutóbbi időben, hát most már ennek is van legalább 20 éve, hogy súlyosan fogyatékos gyerekek elhelyező központjaként funkcionál. Viszont, hogyha jól tudom, akkor most már a közeljövőben azt tervezik, hogy felújítják a, a kúriát és egy látogatóközponttá alakítják át, igaz? Igen, és azt hiszem, hogy visszakapja azt a méltó funkciót, amit megérdemel ez az épület történetiségében és építészetében is, és valóban van a városnak egy nyertes pályázata, ami kulturális emlékközponttá tudja alakítani ezt a helyet. A keresztúr és a gyárfás kúria köztudatban úgy maradt meg, hogy azt tartják, hogy Petőfi Sándor utolsó estéjét itt töltötte el. Igen, és nagyon helyesen maradt így, hogy az utolsó estéjét, mert bebizonyosodott, hogy az éjszakát nem töltötte a kúriában, de valóban 1849 július 30-án este ide érkezett a házigazda a kúriakori bérlője Varga Zsigmond meghívására, vacsorára. Fél nyolc óra körül érkezett, itt már népes társaság és a házi gazda családja fogadta a költőt. Felszolgálták a Kúria nagy ebédlőjében azt a híres bivaj és túrós puliszkát, majd utána forró júliusi éjszaka volt, ez is megmaradt a leírásokból, kiültek az akkor fiatal és teljes pompájában élő virágzó körtefa alá a padokra, és ott Petőfi dalokat énekeltek. A társasága szemtanúk visszaemlékezései alapján fél tizenkettőig maradt együtt. Állítólag Petőfi írt a házi kisasszony kérésére, annak emlékkönyvébe egy háromsoros verset. Ha ez tényleg megíródott, akkor ez lenne Petőfi utolsó verse, de ez inkább legenda, mert nem maradt fenn bizonyíték, tehát nincs emlékkönyv, nincs vers. Miről írt Petőfi? Varga Rózsikához írta a verset, vagy a vacsora izletességét dicsérte. Hát ez maradjon titok. Viszont az is megmaradt, hogy talán elszavalta itt a Körtefalat a másnapi csatát, ugye idéző Egy gondolat bánt engemet című költeményét. Nem nagyon valószerű, nem életszerű. Ez sem, viszont a legenda része is csak színesíti mindazt a történetet, ami keresztúrhoz köti Petőfit. Haldoklik az öreg tanú Petőfi Vén körtefája, azt beszélik, ő látta volt verset írni utoljára. Ez a Kányádi Sándor versike áll az emléktáblán itt a, a körtefa előtt, és ugye úgy tartja a legenda, hogy Petőfi e körtefa alatt írta meg az utolsó versét, másnap eltűnt a, a Segesvári csatában. Mit lehet tudni erről a körtefáról? Hát valóban, amikor Kányádi Sándor papíra vetette ezeket a sorokat, akkor még haldoklott az öreg körtefa a 60-as években, az emléktábla 1969-ben a 120 éves évforduló alkalmával volt ide felhelyezve, és azóta a 70-es évek elején kihalt a körtefa. Viszont az utódok mindig gondoskodtak arról, hogy folyamatos legyen a körtefa jelenléte keresztúron, és ezért van az, hogy többször újra ültették, mert az egyik közeli faluban él egy, mondjam így vérszerinti szerinti leszármazottja az eredeti körtefának, és arról elég sok vadoncot beoltottak, úgyhogy mindig van, most is van, kapaszkodik a, az új fa, mert 69 amikor a haldoklóban lévő fa mellé ültették a körtefát, már az is azóta megöregedett. Most egy olyan szerencsés pillanatban vagyunk, hogy még nagyon szép ez az öreg köztes körtefa, tele van gyümölcsel, és tapasztalataink szerint a látogatók nagyon szívesen, és ör örvendünk is annak, hogy elviszik emlékbe a lepotyogó gyümölcsöket. Hát a körtefa egy nagyon fontos zarándok helyszékely keresztül. E turizmusában. Mondhatom, mint a múzeum vezetője is, hogy fele annyian sem látogatják a múzeumot, dacáranak, hogy gyönyörű, szép, gazdag múzeumunk van, mint amit tudunk a, a szóbeszédből, hogy itt sok ezer ember megfordul évente, és Székely Keresztónak ez a legfontosabb, hogy legyen legenda az utolsó versírás ténye, vagy tényleg megtörtént. Az biztos, hogy Petőfi itt járt, itt elfogyasztotta az utolsó vacsorát, itt nótázott a um, házigazdákkal, tehát itt volt az utolsó estéjén, és innen indult a halhatatlanságból Fejregyházi Csatatérre.